és Tiklike itt van, Majdék. Kicsi vagy nagyon? Hallod, mi a lényeg? Zoli, te vagy belül, a Lajos kívül. Lehetséges, hogy már most fejfejt mentek? Mert elmondom, mindig előbb is elmondtam, ezeknek az basztak fejfejt menni. Miért? Mert mit csinál? Mit csinál? A kurva anyját csinál azt. Nyugodtan mehettek fejfej. Te legyél kív, belül Zoli, belül. Úgy, fejfej tudtok jönni. És egyenesben felszaladunk. Lassan menjetek, még lassan. Na, hát mindre már nem tudok felülni, gyerekek. Még ha varázsló is vagyok. Ennyi mindent csinálni. Na és érkezik a két bajkeverő. Na ezek már jobb tempót fordultak be. Tehát körülbelül így képzelem el. Über a kis homoktól szépen ráteszek, becsúszunk, és onnan jó lábra kapaló feltaladunk, kész, ennyi. Jön a Majdé és a Tikli. Tikli van itt belül, kívül a Majdé. Elég jó tempót jönnek. Jó, hát ég és föld a 2 kiló, handicap van 20 kiló köztük, de hát ez partnernak így nem rossz. Jó van. Jó megy a szürke. Jó megy. Jó, mit sírnak ezek, hogy nem tud menni? Mit nem tud menni? Erre is felülök már. Nem értem meg, hogy miért. Elmondom, hogy meló után jó hosszan kikentre, és erdő körül körbesét. Az meg nem akarnak arra menni. Emberevők vannak ott, vagy mi a faszom már te? Egyik se. Te bumbusok vannak ott az erdőben, hogy soha nem akartok arra sétálni ti? Föl a kurva anyjukat szívják, de legalább 3 a Tóbin. Miért tartott te ilyen hamar föl vele? Ja, de nem valami történt, azt hittem, bazd meg olyan... Szörnyű mindenhol. De ott a célnál, itt már... Ott is, hát még itt is. Na milyen volt úgy a szó? Rossz, ahogy kéztőre úgy jön fel a feje, hogy nem jutott. Az jön. Majd üss a fejére, bazd meg, most már van ostor. Basszod egy literes izével, viszkis flakonnal. Főrakja a fejére, ráfolyik a fejére a viszki, és akkor megy a csöppök után lefel a fejével. Ezt 1000 éves tapad, nem tudod ezt? Hát bazd meg, látod, ezért vagyok itt, hogy ezeket tudjátok. Fejbe baszod a viszkivel, ahogy folyik le a viszki, úgy rakja le a fejét és nyaldossa a viszkit. A végén már a homokba a feje. Bazd meg. Hallod, jó 3 séta? Akkor te jössz csimbivel felszalad, Zoli? Feriving vagy Falko? Tudsz mindent, itt várlak benneteket, nem kell csörögtetni engem itt egyfolytába. Na, végre megérkezett a várva várt másik motorom. Aránylag még működik is. Szépen reggel, nem mondom, bejáratom. Startolok vele, elmentem 20 méter, puff, éreztem, hogy nem stimmel valami. Lukas a hátsó kerék. Istenem, ver engem ebből a motorral a jó Isten is. Meg jó, hogy van ez a bemutatom. Ez a másik. Basszus. Ez a másik is szolgálati járművem. Még szerencse, ez még bírja, benzin nélkül is. Na, záró munkákra, amik idáig azért lement egy jó pár lovacskánk. Egy ilyen kicsit elcseszett meló volt, ez a hirtelen fölspritzer átmenet nélküli. Avval együtt ugye el voltak, nem mentek rosszul. Maki jól ment, több is úgy el volt. Most várom Vivala Diva és Canadian, még a futók közül. És nem tudom. Ja, még a Csimborasszó jön majd. Azt hiszem ez a 3, ami még nem ment, ami vasárnap futó. Ez a 3, ami még hátra van. Többiek azok más munkát mennek. Nem tudom, szerintem ez a 3 van már csak, de mindjárt megnézem gyorsan a kisokot. Meg se kellett semmit néznem, egyből bepattant, ugye, mert soha nem használok se papír, se ilyen tolú hülyeségeket, agyba van itt minden. A Luzer van még. Luzer, Vivala Diva, Canadian Princess, Csimborasszó, azt hiszem ez a 4, 15 futóból 11 már lement. A délután programom, amelyek a kölcsönzőbe, valami ruhát nézek, hogy vasárnap valahogy kinézzek. Valami zakószerűség, valami nyakkendő, van ott minden szerintem. Cipő meg egy nadrág. Zoknim az még van talán. Találtam egyet. Igaz, egy darabot. De nem baj, lehet, hogy egyet is lehet csak kölcsönözni. Valahogy kinézzek vasárnap ott a versenynap. Na ez a kis okos. Igazából itt vannak leírva, hogy mik a futók körülbelül. Ez volt a tegnapi lovasításom, Bolondok háza. Innen látom a dolgot. És még ahogy nézem, kiegészítem, tehát Csimborasszó, Kanadi, Luzer, Sárkány Szív, Vivala Diva és Donna Prima. Na ez az 5 futó van még ugye akkor. Ezek ledolgoznak, úgy meg ki is vannak osztva, hamarosan érkeznek a pályára, és
akkora futókkal meg vagyunk. Holnap egy ilyen nagy sörény, farok, egyéb tépés, pucolás, ápolás, ezeknek föl legyenek szépen készítve. Patakán is szépen nézzenek ki a versenyre. Általában szépen szoktak nézni, kinézni a lovaink. Jól is nézzenek ki. Na, tehát 6 darab futónk van még, amik dolgoznak. Chimborazo, Viola Diva, Canadian Princess, Donna Prima, Sárkány Szív és Loser. Ez a 6 darab ledolgozik, mint vasárnapi futó. Aztán a többiek más mennek.